Reggeltől másnap reggelig 24 óra alatt közel 180 kilométernyi távot úsztak le a Bihar Termáligetben. Összesen 152-en szálltak vízbe, hogy egy teljes napon át folyamatosan ússzon valaki a 25 méteres medencében. A legfiatalabb nevező másfél éves volt, míg a legidősebb 80. életévét betöltötte már. Az Európai Sporthéthez kapcsolódó kezdeményezésre Berettyóújfalu mellett többek között Budapestről, Debrecenből, illetve a határon túlról is érkeztek. A sportesemény céljáról Zámbori Péter, a Herpály Team Vagyonkezelő Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt, aki a strandot népszerűsítő rendezvénynek nem csak megálmodója, de résztvevője is volt. Szeretnénk a fiatalokkal megismertetni magát az új létesítményt, illetve felhívni az egészség fontosságára a figyelmet, illetve arra, hogy az úszás az egy csodálatos sportág. És hál' Istennek egybeesett az Európai Sporthéttel. Nagyon örülünk neki, hogy van egy keret, amiben ezt be tudjuk rendezni, és ezáltal még nagyobb publicitást tudunk kapni. Senki nem versenyzik, mindenki csak saját magával küzd, saját magát próbálja meg úgymond még jobbá tenni. És tényleg ezzel szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy az egészség az a sporton keresztül egy nagyon-nagyon fontos dolog az életünkben. Legtöbb nevezőt delegáló intézmény, iskola, szervezet, ők majd egy jövő júniusi strandnapot fognak tőlünk kapni, tehát az iskolákat ezzel próbáltuk motiválni, hogy amennyiben minél több gyereket delegálnak erre a rendezvényre, akkor ők majd kapnak egy olyan nyári strandélményt a következő strandszezon kezdetén, ami bízunk benne, hogy felejthetetlen lesz a gyerekeknek. Nekem ez igazából sokat jelent, mert még sose vettem részt ilyen rendezvényeken, és nem nagyon szoktam úgy napi szinten úszni. Tehát most ez jó nekem, hogy úszok, mert ugye orvos is mondta, hogy ússzak a gerinc problémáim miatt, és ezért is jelentkeztem. Egyrészt, hogy képviseljem az iskolámat, másrészt, hogy egy kicsit fejlesztem a tudásomat az úszásban. Az osztálytársaimmal érkeztem, egy osztálytársammal és 9-esekkel a BSC Arany János Gimnáziumból. Nem úszok versenyszerűen, de azért szeretem az úszást, mert erősíti a testet, az izmokat. Annyihoz fogok úszni, amennyit bírok, és már úszásban szeretnék úszni, mert abba vagyok jó. Nagyon örülök annak, hogy a mai fiatalokat kimozdítják a telefon és a számítógép mellől, és hát annak meg különösen, hogy Berettyóújfalu is csatlakozott ehhez. Tegnap is egy váltóversenyen vettem részt, és láttam a fiatalok, hogy milyen elánnal vetették a küzdelembe magukat. Hát arról nem is beszélve, az úszás egyik legegészségesebb sport, hiszen minden testrészt megmozgat. Itt ebbe a gyönyörűen felújított termálégetbe örülök annak, hogy ennyi fiatal eljött, és hát arra ösztönzöm azokat, akik nem jöttek el, hogy vegyék a fáradtságot, és a sportolásra gondoljanak, hiszen azon túlmenően, hogy az egy nagyon egészséges dolog, a megelőzésben nagy szerepet játszik a prevenció, hiszen sokkal olcsóbb, ha valaki egészséges, mint ha kórházba jár és betegeskedik. Úgyhogy rajta fiatalok, gyertek ide a termálékenbe minél többen. Az országgyűlési képviselő mellett Muraközi István is úgy véli, a sport mindannyiunk életében rendkívül fontos. Többek között emiatt állt a kezdeményezés mellé városunk polgármestere is. Ha már van egy ilyen remek kezdeményezés, hogy a Herpály Vagyonkezelő Kft. Ezt a remek sportlétesítményt egy ilyen nemes célra használta. Azt gondolom, hogy a város vezetőjeként is fontos, hogy mellé álljunk. Teszem ezt azért, mert úgy gondolom, hogy van egy olyan remek lehetőségünk, hogy itt a városban van egy ilyen sportolásra alkalmas úszoda, amely most már tényleg azt gondolom, hogy minden igényt kielégít, hisz nagyon szépen fel lett újítva, és talán ezenek a kezdeményezéseknek az eredményeképpen talán még többen el fognak jönni. És nem utolsó sorban azért, mert ha meg már van egy ilyen remek lehetőségünk, akkor minél többen használjuk ki, hogy sportolással töltsük legalább a napunknak egy bizonyos szakaszát. Csak fel kell hívni az embereknek a figyelmét, hogy ezt akár egy ilyen spontán sportesemény kapcsán, de egy bármelyik délután, egy péntek délután, egy hétvégén is ezt meg lehet tenni. És ez egy remek alkalom, hogy az ember a munkatársaival vagy régi ismerőseivel találkozzon. Hangsúlyozom, itt az a lényeg, hogy a kicsik, nagyok, fiatalok, idősek magukénak érezzék ezt a lehetőséget, és még egyszer szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy éljünk ezzel a
lehetőséggel, amely nem sok hasonló méretű városnak adatik meg, hogy egy tanmedence, egy 25 méteres medence, ami sportolásra alkalmas, itt van nekünk, ezt csak használnunk kell, és ezt erre biztatok mindenkit, hogy használja is. Büszke vagyok arra, hogy Berettyőfalban évek óta, évtizedek óta minden gyermek, amelyik megkezdi az általános iskolai tanulmányait, lehetőség van arra, hogy megtanuljon úszni. Ez az a sport, amit nem lehet elég korán elkezdeni, és nincs olyan kor, amikor abba kellene hagyni, mert gyakorlatilag bármikor lehet úszni. És amikor az ember kiszáll a medencéből, már úgy érzi, hogy egy kicsit tett az egészsége érdekében. Elhatároztam, hogy hát annyit nem úszok, mint korábban, olyan 500 métert satszoltam, és annyi sikerült, és nagyon jól éreztem magam. Nagyon klassz volt, felüdültem. Számomra is nagyon jó volt, nagyon jó levezetése volt a fárasztó napnak. Én szeretek úszni, de nagyon régóta úsztam, nagyon régen úsztam. Amikor kicsi voltam, anya mindig járat tudt úszni, de mostanában csak edzőterembe szoktam járni, ezért nekem is kimaradt már régóta az úszás. Azért jöttem el ide, mert amikor nyáron itt voltunk a strandon, akkor nem próbáltuk még ki ezt az új részt, és most ki akartam próbálni. A diószegi iskolában tanítok, mint gyógytestnevelő, és a kolléganőm Páfi Edit invitált erre a idézőjelve versenyre, és imádok úszni, meg nem voltam még ebben az úszodában, itt a strandon, az új részen, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen. Most elhatároztam, hogy mivel Újfaluban tanítok, már második éve rendszeressé fogom tenni, és nagyon szívesen jönnék el majd úszni. Újra kedvet kaptam. Örömmel fogadtam ezt a kezdeményezést. Szerintem mindenképpen fogja népszerűsíteni mind a gyerekek körében, mind a felnőttek körében az úszást. Nagyon fontos, a gyógytestnevelésben is nagyon fontos elem, és szerintem ezeket a kezdeményezéseket, ha megragadjuk, akkor lendületet kapnak gyerekek, felnőttek, és szívesen jönnek. És szerintem vissza fognak jönni az emberek. A sokakat megmozgató úszófesztiválra iskolák, intézmények, gazdasági társaságok is neveztek. Az éjszakai etapot a Berettyú cápák vállalták. A legtöbb, vagyis 304 host Csávás Réka, a BSC Arany János gimnázium diákja teljesítette. Ő, valamint a legtöbb résztvevő delegáló Diószegi Kis István Református Általános Iskola oklevelet vehetett át. Az iskola tanulóinak lelkesedését ajándékkal is díjazták. Jövő júniusban egy teljes napot eltölthetnek a Bihar Termáligetben.